Franz Émél Szillampe, Második rész A sorsára hagyott, egyedül maradt Szilja halála egy nyári reggelen volt a kép tehát befejező pontja annak a hosszabb esemény sorozatnak, amely 30 évvel azelőtt indult meg, mikor Szélja apja, Szalmelusz Kusztá, átvette az ősi családi házat és a hozzátartozó gazdaságot. Szalmelus nem nagy birtok, de igen régi időktől fogva, legalábbis 1749 óta a család tulajdonában volt. Ebből az évből származnak ugyanis a legrégibb fennmaradt anyakönyvek. A szalmelusz ősökről természetesen senki sem tudott már semmit, de a különben jelentéktelen helység legderekabb gazdái közé tartozhattak. A család életereje és tekintéje Kusztá apja gazdálkodásának idején érte el a tetőpontját. Az emelkedés egészen természetesen, szinte észrevétlenül történt. Az emberek bizalmas beszélgetés közben semmi különösebb dologra nem tehettek célzást, se jóra, se rosszra. Az ősi ház oromfalának ablakaiból mégis egyre öntudatosabb méltóság sugárzott az alacsonyabb sorsban küszködökre. Egészen sajátos tekintét adott a háznak az a körülmény is, hogy csak egyetlen egy örökös született, ez azonban igen szépen fejlődött. Kusztá egész ifjúságában úgy élt, ahogy kedve tartotta. Az egész szalmeluszt tágas játszótérnek tekintette, dúdolgatva és mosolyogva serdült legényi a fiatal szálmelusz gazda és egyéb hasonló szavak, amelyeket kedves kedve mondtak neki, jól estek fülének és lelkének, de a szavak tartalmán nem sokat töprengett. A szülők nyugodt méltósággal szinte észrevétlenül nevelték fiúkat. Nem büntették, sőt, még csak nem is figyelmeztették mások jelenlétében. Így lett aztán kusztából jól megtermett, mosolygó szemű ifjú, aki apjától örökölt egy gyengén hajlott sasorrát, anyjától pedig a haját, a szeme színét és kifejezését. A szülők titokban bizonyára sok reménységet fűztek fiúkhoz, de neki magának mindezt nem lehetett elmondani. Az anya néha, ha a világ folyásáról beszélgettek, szerette volna elmagyarázgatni felfogását. Csak hogy a próbálkozások mindannyiszor szeli csipkelődésekben és tréfálkozásokban végződtek, ezek pedig villámfénnyel világították meg az ösztönös szeretet erős kötelékeit. Az anya meggyőződhetett arról, hogy fia lelkileg nagyon közel áll hozzá, és az apa szívét, mikor ezt látta, jó leső melegség járta át titokban. A fiú lelkében két szilárd pont alakult ki, és jellemvonásai úgy szólván ezek köré tekerődtek: az egyik bizonyos öntudatlan tisztesség, becsületesség, amit nevén nevezni sohasem hallott, a másik pedig az a határozott érzés, hogy Szálmelusz örökké fennálló és az emberektől független valami, ahol az élet eseményei olyan természetesek, mint maga a lélegzés, és hogy nem az emberek vezetik szalmeluszt, hanem szalmelusz irányítja az embereket. A fiatal Számelusz Kusztá, aki ilyen körülmények között növekedett fel, először anyját, azután pedig apját temette el. Anyja tavasszal halt meg a jégzajlás idején, a gazda pedig ugyanannak az évnek őszén. Mindjárt anyja halála után ráeszmélt kusztá, hogy az ősi ház élete erősen megrendült, új irányba terelődött, ahonnan alig ha van már visszafordulás. Nem tudtam megmondani, elmélkedést vagy hanyatlást jelente ez a változás. A tavasz viruló pompájában belevegyült a halál komorsága és az élet változékonyságának rejtéje. Csak azt érezte, hogy több is történt, mint egy ember elmúlása, és hogy azok, akik itt maradtak, nem olyanok többé, mint azelőtt, még a ragyogó napsütésben sem. Csodálatos volt ez a nyár. Kusztá hazajött a bekerített legelőről, ahova a lovakat kihajtotta. A nyári este jól ismert ezüstös fényében egyszerre összerezzent, és kényelmetlen, rossz érzés fogta el amíg csendes elmélyedéssel nézte a házat, megfeledkezett arról, hogy apja él, hogy még él. Mintha ott, a sövénykerítés kapujánál, mint valami élőlény, szembe jött volna vele a maga legény életének magányossága. Hilma, a fiatal konyhaleány a lépcsőn ült, és elmerengve nézte az égbolt szegélyét. Nem volt ebben semmi különös. Az emberek a konyhában ettek, a leány pedig ott ült, szolgálatra készen, hát ha szükség lesz valamire az asztalnál. Száz meg száz világos nyári este látszólag olyan egyforma, mint az urnában a sorsi egytekercsek. Az egyik sorsjegy azonban a főnyereményt rejti, és ez a tudat olyan ünnepélyesen izgató, mint a kitörni készülő zivatar lefekvés idején. Kusztának jókora útat kellett megtennie az udvaron keresztül, hogy a leányhoz érjen. A leány felállhatott volna, hogy szép lassan nyugodtan bemenjen a konyhába, de nem tette. Ülve maradt, és fátyolos tekintetével szinte rákényszerítette a fiatalembert, hogy észrevegye mélabus hangulatát, amely nyugodt őszinteséggel tükröződött arcán, és az ifjút, aki nem régen veszítette el az anyját, boldog gyönyörűséggel töltötte el a leány lénye és tekintete. A gyeplőt a lépcső karfájára kellett tennie, ott, ahol a leány ült. Kusztá átnyúlt a leány válla fölött, s úgy helyezte oda. Ide jutottak ezen a nyári estén Hilma és Kusztá, jövendő élettársak, születendő gyermekeik szülei. Ez az este nem ért véget azzal, hogy elmúlt. Ellenkezőleg, ennek a percnek nagyon messzire kiterjedő és mindjárt kezdettől fogva különféle irányokba ágazó következményei voltak. Egy kis idő múlva az öreg gazda is észrevette a dolgot. Mindent elkövetett, hogy ne legyen kénytelen észrevenni, de az ilyen fiatal szerelem, amely még csak ábrándozás, sajátos feszültséggel tölti meg az egész házat. Feszültség árad a szerelmesek minden mozdulatából, hangjából, sőt, hallgatásából is. Ilyenkor a jelentéktelen, halkan dudarászott kis dallam hatalmas hangáradat zengésével is fölér. Szalmelusz gazda azonban sehogy se tudott világosan és egyszerűen végig gondolni olyan dolgokat, amelyektől a természete idegenkedett. Most is elsősorban arra gondolt, hogy feleségének halála mennyire megváltoztatta a ház egész rendjét és életét, mennyi minden veszett el vele pótolhatatlanul, vagy különös, szokatlan módon próbál helyreigazodni. Szalmelusz gazdát kellemetlen, rossz érzés fogta el, mikor rájött, hogy gondolatai egy mindennél kínosabb mellék körülményehez térnek vissza minduntalan. A leány egy szegény szolgáló. Nem, nem azért, de egyúttal úgy érezte, hogy éppen ez a körülmény különös varázsló veszi körül a lányt. Az öregember a jelentéktelen, de egyre sűrűbben sorakozó eseményekben valami mást is megsejtett. A beteljesülő végzett első csúfolódó fintorait. Észre sem vették, hogy letévettek a régi, kitaposott útról, csak annyi bizonyos, hogy ingoványos vidékre jutottak. És eljön az éjszaka, mielőtt visszatalálnának az útra, ha ugyan egyáltalán vissza lehet találni. Az öreg gazda most hirtelen ráeszmélt, hogy a ház rendjében feleségének halála óta még semmi változás sem történt. Hogy is lehet ez így? Hiszen ez majdnem azt jelenti, hogy nyugodtan elmehetett az, akit tavasszal kikísértek a temetőbe, már nem is volt rá szükség. A gazda gondolkozott és töprengett kis szobájában, és egyúttal érezte azt, amit nem akart tudomásul venni. Hogyan dobogtat most is valahol egy csúfolódó természeti erő két szívet, amelyek voltak éppen mind a ketten ártatlanok. És ez a csírázásnak indult sors épp azért olyan kegyetlen, mivel mind a ketten olyan ártatlanok. Ezen az augusztusi napon a gazda tovább gondolkozott, elnézegette a sötétlő égerfaligeteket és a kihajtott zöld vetéseket. Ide hívom Mártát. Talán sikerül helyrehozni a változást egy másik változással. Levelet írt testvérének, és maga vitte el még aznap este a postára. A postán ugyanakkor levelet kézbesítettek neki. Lakodalomba hívták messze a harmadik egyházközségbe. Sötétedett már, mikor hazaérkezett, és a lakodalomra célozva így szólt Kusztához. Alig, hanem neked kell elmenned, én már nem nagyon bírom az effélét. Kusztá beleegyezett, tulajdonképpen őszinte örömmel. Könnyen rászánta most magát az ilyen vidám útra. Indulásokor a tekintetek mindkét részről hűséges kitartást fogadtak, és Kusztá, mikor célhoz ért, jókedvű és daliás vendége volt a lakodalmas háznak. Ő maga is érezte, mennyire felüdült a lakodalomban. Szíve túláradt a távollét ideje alatt fejgyülem lett boldogságtól, és hazatérésekor az út utolsó szakaszát a legpompásabb hangulatban tette meg. A boldogság lejtőn tova, sehol semmiféle akadály nem látszott. És a szerencse is kedvezett neki, mert az úton egy helyt, csak úgy egészen véletlenül, egy asszony jött ki a kunyhójából az útmenti kerítéshez, és csak úgy magától értetődően beszélgetésbe ereszkedett kusztával. Az ifjú megtudott tőle egyet s mást anélkül, hogy kérdezősködött volna. Miért is sietett volna a lakodalomból jövet ezen a langyos, szép délutánon? Szálmeluszban megérkezett a gazdatestvére, és átvette a háztartás vezetését. Rögtön meg is mondta, hogy a házban nincs szükség két gazdaszonyra, elég, ha ő ott van, Mindjárt az első nap veszekedést kezdett Hélmával, és akkor a gazda barátságosan arra biztatta a leányt, hogy keressen magának más helyet. Így aztán Hélma most otthon van az erdőben. Igazán, no minden jót, minden jót, minden jót. Kusztá nem gondolkozott azon, amit hallott, mindaddig, míg jó messzire nem jutott a kunyhótól. Igaz, hogy nem nézett vissza, és így nem vette észre, hogy a kunyhóbeli kisleány utána lapózott, és mikor látta, hogy letér az erdei útra, gyorsan hazaszaladt. Kusztá csak akkor ült le az útszére pihenni, amikor már eljutott a Hilmái kunyhójához vezető dűlő útra. Ott üldögélt és élvezte a legutóbbi napok ünnepi hangulatát, a felszabadultság érzését, amely most beragyogta a lelkét. Nem látott maga körül semmi mást, csak az erdőfáit, és semmi sem esett a lelkétől távolabb, mint a gazdaság vezetésének gondja a jelenben vagy a jövőben. A lakodalmi utat követő ernyetség érzésébe könnyedén beleolvadt a gyerekes tisztaság és derű, amely még nem tűnt el a lelkéből hiszen ismerte ő Hilmát gyermekkorától kezdve. Tulajdonképpen most sokkal hosszabb útról tért haza, nem csak a lakodalomból. A csendes nyári meleg tunya és álmos hangulatot árasztott szét a délutánban. Sok, nagyon sok idő van még odáig, amikor ő majd valamikor az éjjel hazamegy Szalmeluszba, a maga kis szobájába, a gyermek is hosszúnak és gyönyörűnek érzi azt az időt, ami még előtte van. És a maga külön kis szobája azért olyan kedves neki, mert türelmesen várokozik. Az élet pazar szorongó érzést váltott ki belőle abban a pillanatban, amikor feltűnt előtte a jól ismert kunyhó. Nyári hétköznap volt, és sok mindenféle történt az utóbbi időben. Nem közönséges dolog, hogy Szalmánusz gazda egyetlen fia ünneplő ruhában járkál ilyenkor az erdőben. Az út és a kis kunyhó elbámulva nézte a közeledő vendéget, a kunyhó asszonyának arca azonban elárulta, hogy az öröm nem érte váratlanul. Szemében olyan fény csillant fel, mint annak a másik asszonynak szemében ott, az út széli kerítésnél. Hilma szerencsére nem volt a lakószobában. Hallottam út közben, hogy Hélma elment tőlünk, és betértem ide meglátogatni. Tudni való, hogy két gazdasszony nem fér meg egy házban. Hilma anyja kávéfőzéshez fogott, és kalácsot vágott a vendégnek, de közben folytatta a csendes fondorkodását. Hilma talán nincs is itthon. Bizony megtörténhetik, hogy hiába jött el ilyen messzire. Amott van a sütőház kamrájában, vágott közbe Hilma húga. Kusztá úgy érezte, hogy irigy lelkű szomszédokhoz tért be, amikor a lépcsőn lement, és mosolygó szemmel, nyugodt léptekkel átsietett az udvaron a sütőházba. A kamra rozog a kis helyiség volt, ablakaiból nem lehetett mást látni, csak a konglós kertet, és azon túl a szántóföldnek és a tónak egy darabkáját. Semmiféle épület nem volt azon a tájékon. Itt találta meg Kuszta Hilmáját, ennek az alacsony kis lyuknak zöldes fél homályában. Hilma ugyanaz a leány volt, aki Szalmeluszban a lépcsőn ült, és mégsem volt ugyanaz. A leány itt a maga légkörében élt. Szíve dobogott, de nem a félelem szorongásában. A szemérem enyhe követelménye itt jól esően édesnek érződött. És szerelmük, amely eddig sem szavakban, sem tettekben nem fejeződött ki, ezen az éjszakán mind a kettőt megismerte. Szalmalaszkuszták, később szíjja apja, mosolygó szemmel járta meg az élet minden ösvényét. Azóta évtizedek múltak el, éppen elég hosszú idő ahhoz, hogy az emberek megfeledkezzenek az ilyenféle dolgokról, főleg azért, mivel Szalmelusz sorsában csak később következtek be azok a fordulatok, melyek mégiscsak a legfontosabbak voltak, mint hogy a házhoz és a vagyonhoz kapcsolódtak. De ezen az őszön bizony ez is izgatta azokat a jelentéktelen embereket, akik az Isten háta mögötti kis telkeiken és kanyargós ösvényeiken a dolgok megszokott rendjéhez ragaszkodtak. És ezt a dolgot itt is ugyan mi más avatta volna rendkívüli eseményé, mint az eset háttere, a birtok és a vagyon. A kunyhók vénasszonyai valósággal belebetegedtek, hogy semmit sem mondhattak róla. Gyűlöletes, bajoslatú, zavaró körülmény volt ez, amely durván megsértette ösztönös életfölfogásuk alapjait. Ha egy duhajkodó gazdafiú éjszakánként be akar jutni, és be is jut a zsellérleány mellé, ez csak üdítő eseménynek számít a zsellérkunyhók világában. Bizony mindig jó jár, aki egy gazdaháztól gyermektartást követelhet. Ha szerencséje van, szívesen fizetnek nagy összeget is, csak híre ne menjen a dolognak. Szalmelusz kusztára azonban ez a szabály nem illet rá, s a vénasszonyok bosszantó határozottsággal érezték ezt. Csak hogy a dolognak ez a része már régen feledésbe merült. A fecsegő vénasszonyok réges-régen sorra bekerültek a vadon erdő mélyéből a templomos faluba, és végképpen ott felejtöttek az ingyen sírhelyek begyepesedett soraiban. Talán akad még olyan, aki tudja, és talán meg is mondja, hogy a tönkrement, boldogult, szalmelusz gazda, boldogult felesége ennek meg ennek a zsellérháznak leányaként született, de nincs már senki, aki örömét és élvezetét találná a régi történet elbeszélésében. Az öreg szalmelusz gazda ezen az éjszakán addig virrasztott, míg Kusztá haza nem jött. Körülbelül éjfél után két óráig. A fiú vidám léptekkel érkezett. Az apának nem volt szüksége arra, hogy többet lásson vagy halljon. Tudott már mindent. Az a fiatal férfi, aki a holdvilágos éjjel az ősi házba hazaérkezett, bizonyosan nem gondolt ebben a percben azokra a fontos változásokra, amelyek távol történtek. Az öreg gazda jól meg tudta ezt érteni. Tisztában volt azzal is, hogy ha a fia tudna távoli dolgokon gondolkozni, bizonyára hálát érezne öreg apja és nagynénye iránt. Hallotta, hogy Kuszta a szobájában lefekvéshez készülődik. Lépései csak gyengén hallatszottak át, mégis kiérzett belőlük, hogy a fiatalember boldog. Mikor már semmiféle ezt nem lehetett hallani, úgy érezte az öreg gazda, hogy most aztán végképp egyedül marad, és be kell látnia a legutóbbi intézkedéseinek elszomorító kilátástalanságát. De azért még most sem vallotta be magának, hogy tulajdonképpen milyen célból tette ezeket az intézkedéseket. Ha egy öregember hajnalig virraszt, gondolkozva és tépelődve, az nem jelent jót, különösen akkor nem, mikor a töprengést nem követi világos és határozott döntés, amely felszabadulást jelent. Az élet markolása enged, és ugyanolyan mértékben érzik is már a halál markolása. Az öreg gazda a véradat csendjében rendkívüli komolysággal gondolt meghalt feleségére. Eddig ösztönösen mindig úgy érezte, hogy ketten emlékeznek rá, és még a bánat is könnyebbnek, kedvesebbnek tetszett. Most hirtelen más tartalmat nyert ez is. Kínos rándulást érzett a szíve táján, a pipa majdnem kihult a kezéből. Gyorsan félretette, és nagy sietve vetközni kezdett, hogy helyén legyen, ha esetleg hosszú álom várna rá. Az élet hármuk egysége volt. Mikor az egyik kiszakadt belőle, a másik kettő kapcsolata is élettelenné vált. A folytatásra nem volt már lehetőség, a halál közeledését sejtő lélek számára maga a birtok is semmivé lett. Az egyetlen, ami megmaradt, a halott feleség képe és emléke azokkal az őszinte vonásokkal, amelyeket csak a házastárs ismer ilyenkor, és amelyek csupán nagyon komoly pillanatokban válnak tudatosakká. Most már az sem sokat számított, hogy megéri-e a holnapi napot. Mélyebb értelemben úgy sem fel számára több reggel. A vereség tökéletes volt anélkül, hogy küzdelmet folytattak volna. Ezután a rendkívüli éjszaka után az öreg gazda nagyon tartózkodó volt, még komolyabb, mint az előtt. Továbbra is járt kelt a gazdaságban, de olyan keveset beszélt, hogy az emberei alig tudták kitalálni, mihez fogjanak, hiszen kusztá is sokszor épp ilyen szűkszavú volt. Természetesen jól tudta mindenki, miről van szó. Az volt a különös, hogy éppen a legközelebb állók semmit sem szóltak róla. Kusztá erdei látogatásairól is tudtak, de senkinek sem volt kedve őt ezzel bosszantani. Történt egyszer, hogy valamelyik zsellér olyankor adta elő ügyes bajos dolgát a gazdának, amikor ott volt Kusztá és még néhány ember. Az öreg gazda nem válaszolt, csak halványan elmosolyodott és Kusztára nézett. Mit gondolsz róla? Kusztá elpirult, mosolygott ő is, de arcán a tehetetlenség kínos érzése tükröződött. Mit tudom én? Elment onnan, és majdnem sírva fakadt. Aznap késő este Hilma szobácskájában feltűnt a leánynak Kusztá szenvedélyessége és hallgatagsága. Mi van veled? kérdezte a leány. Kusztá csak maga elé nézett, és az álla remegett. Mondd meg, neked is könnyebb lesz, bíztatta a leány. Már az apám sem olyan, mint az előtt, így kiáltott fel Kusztá, és erre a kitörésre a leány nem tudott mással, mint hallgatással és színlelt töprengéssel válaszolni. Kusztá a leány keblére hajtotta a fejét, ahogy a fáradt gyermek anyjához búvik. Jól esett így pihenni abban a helyzetben és azon a helyen, ahol legmélyebb a gyermek álma és a férfi feledése. Szalmeluszban a gazda szobája és a kunyhóban Hilma szobája ez volt a két sarokpontja kusztá életének, közöttük mozgott határozatlan, komor várakozással lelkében. Mikor az egyiknél volt, a másikat tökéletesen elfelejtette. Otthon néha azon kapta magát, hogy halott anyja után vágyódik. A férfi lelkét ilyenkor valami lágy szomorúság a boldog gyermekkorba ringatta vissza. Így múltak el a nyárutó szép napjai. A levegőben kötterjengett, a csűröket fűteni kellett. Egy reggel szálmelusz gazda, mint rendesen, a csűrbe ment. A farakásból néhány hasább fát vett az ölébe, a küszöbön keresztül behajította a csűrbe, egy pillanatra megállt, azután belépett. Márta, a testvére, a házból véletlenül végignézte ezt a jelenetet, és egyetlen gondolat nélkül továbbra is arra tekintett. Színtelen, komor reggel volt – az életnek olyan véletlen pillanata, amikor a legtevékenyebb, idős ember is összeborzadva eszmér rá az évek nyomasztó súlyára. Ez történt most Mártával is. Hirtelen ráeszmélt, hogy jó ideje bámul tágra nyitott szemmel a tűr felé. A csűrből nem szállt fölfüst, is sem jött elő. Egyetlen hang sem hallatszott az egész házból. Márta fölállt és körülnézett. Furcsa, hogy a fali óra már annyit mutat. Hol vannak a többiek? Kiment és megállt a konyha lépcsőjén. A csűrből feketén és könyörtelenül tekintett ki az ajtónyilás, mintha meg akarta volna állítani az időnek ezt a csodálatos pillanatát. Mi történik itt? Bolondság, hogy ő most a csűrbe menjen, de mégis oda ment. Azért jöttem, hogy megnézzem, mit csinálsz itt olyan sokáig. Akarta mondani Vihtorinak. A csűrből még akkor sem hallatszott semmi, amikor egészen a közelébe ért. Mikor pedig óvatosan betekintett az ajtón, ott látta Victorit, legkedvesebb testvérét, amint két karját az oldala mellett kinyújtva feküdt a földön. Ilyen reggellel kezdődött ez a nap, és minél jobban közeledett az estéhez, annál nyomasztóbbá vált. Az öregemberek halálához rendszerint bizonyos felszabadulás érzése fűződik, de most nem ez történt. Kuszta gyermekkora óta nem beszélt igazán őszintén az apjával, és ez a gyermekkor édesanyja haláláig tartott. Most az apja félreállt, anélkül, hogy egy szót szólt volna, és elmondatlan maradt, amit a férfinak talán szívesen elmondott volna. És aki némán távozik, győztesen távozik. Ezen az estén Kuszta meglehetősen korán elindult az erdőbe. Ugyan miféle ember vagy? Az apád még ki sem hűlt, és te már lányok után futkosol. Tudod-e, fiú, miért halt meg az apád? Úgy gondolom, hogy Hilmát értesíteni kell. Csak nem akarod idehozni azt a leányt most, hogy... Nem tudom, néném üzte el a háztól. Nem én üztem el, de azt tudom, hogy nem jön ide, míg a föld színén van az, aki elűzte. Kusztá természetesen pontosan tudta, hogyan történt a dolog, ez a beszélgetés mégis kellemetlen érzést keltett benne. Ha apjának hallgatása mély hatással volt is rá, nagy nénye szavai sem maradtak hatástalanok. Kusztából hiányzott egy képesség, nem tudott kíméletlen lenni, ha méltánytalanság érte. Ez volt sorsának kulcsa később is, mikor az igazi anyagi megpróbáltatások jöttek. Fogékony volt a méregre, hiszen Hilma visszavonhatatlanul az volt számára, aki volt. Az volt, amit a férjnek a feleség jelent, tekintet nélkül arra, hogy jó-e vagy rossz az asszony. És mégis ennek az idős nőnek a szavai nem tévesztették el céljukat. Mit tehetett Hilma arról, hogy nem tudott közelebb férkőzni vőlegénye lelkéhez ezekben a nehéz napokban, hogy meg kellett maradnia a hallgatásnál és a színlelt töprengésnél? Nem vétett ő ezzel semmit, igaz, hogy most kusztál mennyasszonya volt, de különben csak az maradt, aki eddig volt, Hilma a fiatal és gyerekes sellérlány, aki szalmeluszban szolgált, és bizonyos tekintetben többet tudott, mint bárki más. Szemébe tudott nézni a fiatal férfinak azon a rég elmúlt nyári estén, és helyén maradt, amikor az a férfi a gyeplőt az ő háta mögé tette le. Ezzel a cselekedetével akkor Kusztá mellé került, és ott is maradt. És ezt a cselekedetét megerősítette azzal a másikkal, amelyel a lakodalomból hazatérő Kusztát a sütőház kamrájában fogadta. Azon a hosszú estén és éjszakán nem történt semmi más, csak örök időkre szóló fokozása és megerősítése annak, ami már elkezdődött. Mert megölni azt, ami akkor fogamzott, semmiféle méreg nem tudta többé, Hilma nem ment addig Szalmeluszba, amíg az öreg gazda a föld színén volt. Csak három nappal a temetés után, mikor már az utolsó vendégek is indultak, csak akkor érkezett oda, kissé szégyenkezve, de mégis úgy, mint aki teljesen bizonyos a dolgában, és egy cseppet sem fél az öreg Mártától. Fiatal leány, titokban már feleség, Ilyennek látta őt Kusztá az őseitől örökölt régi házban, amely ebben a percben újra élni kezdett a hatalmas, kielégült szerelem sugárzásában. Kusztá nem hívta Hilmát, a leányt saját biztos ösztöne vezette ide, és az ilyen érkezés többet ér a legboldogítóbb ígéretnél is. Márta némán ült a konyhában, amikor Kusztá kiment, és megkérdezte tőle, mivel kínálhatná meg a vendégét. Kusztá maga akart készíteni valamit, de éppen bejött Anna, a tehenészlány, őt bízta meg a tennivalók folytatásával. Márta, aki valami kis házi munkával foglalatoskodott, dühös sírásban tört ki. Anna meg sem moccant, haragosan merett maga elé. Kusztá mosolyogva, de nagyon komolyan így szólt hozzá. Ugye megteszed, Anna? A leány egy szót sem szólt, hanem ingerülte munkához látott. Kusztá erővel ott tartotta Hilmát éjszakára. Maga vetett neki ágyat a vendégszobában. Hilma csendes mosolygással, kissé szégyenkezve nézte a jól ismert, tiszteletet parancsoló helyiséget és Kusztát, aki az egész háznak ura volt, és mint ilyen, bizonyos fokig neki is idegen. Rég elmúlt az a nyári nap, amikor Hilma eltávozott a házból. Mennyi édes emlék, gyönyörűséges élmény fűződött hozzá. Most késő ősz volt és este, mikor Hilma jó éjszakát kívánt, s kissé ügyetlenül kezét nyújtotta Kusztának a régi, tekintélyes vendégszoba küszöbén. A leány nem csodálkozott, hogy Kusztán nem maradt vele. Aludni nem igen tudott, de jól esett nyugodtan feküdni a sötét csendességben, amely nagyon tárgyilagosan, mintha csak magában beszélne, valósággal felsorolta a ház eseményeit, Neki semmi köze sem volt ezekhez, de mint az éjszakában egymás után felvonuló képeket, mégis nagyon érdekes volt végignézni. Éjfélig még várta a Kusztát, de nem érzett csalódást, hogy egész reggelig egyedül maradt. Hélma reggel a belső szobákban tartózkodott, az öreg Márta pedig mérgesen tetvett és csomagolt a konyhában. Mikor Kusztá megpillantotta nénye kisírt szemét, ellenszenvet és szánalmat érzett iránta. Úgy érezte, hogy ez a rossz indulatú, idős rokon nincs magában, hogy ott áll mellette valami, ami láthatatlan, ősrégi és nagyon ellenszenves, ami ellen kedvelett volna föllázadni, bár ösztönei világosan megmondták, hogy ez nemzetékekben gyökerezik. Kusztá gyöngéd óvatossággal Márta fizetése iránt érdeklődött. Soha életemben nem voltam cseléd, most sem vagyok az tá győztesnek érezte magát a gyenge kis szúrás után, mikor bement a belső szobába, ahol Hilma ünneplő ruhában ült, mosolyogva. Mártával szemben győzött, de ez a nap mégis az ünnep és a hétköznap, a boldogság és még valami más, sajátos keveréke volt. Az lett volna a természetes, ha arra gondol, hogy Hilma most már hamarosan végképp itt marad, és ő lesz a háziasszony hogy most már egészen az övé lesz ez a bájos, gyerekes teremtés, akitől éppen olyan távol esik az aggodalom és a gond, mint az angyaloktól a bűn, s itt marad ezekben a szobákban anélkül, hogy tartani kellene valakitől, Mártától vagy mástól. Az éjszaka nem ment be Hilmához, de ma, szinte sok volt ez egyszerre, szinte lesújtotta ez a puha boldogság. A béres bejött, és megkérdezte, hogy elvihetjél el kocsin, Márta nénit, aki már útra készen áll. A béres haragosnak és levertnek látszott, mintha ő is szívesen odavetett volna néhány heves szót, ha mert volna. Mikor aztán egy kis idő múlva kihajtottak a kapun, és Kusztá, Hilmával együtt a tiszta szoba ablakából utánuk nézett, úgy érezte, hogy ebben a percben volt valami lealacsonyító, amelybe ő is belekeveredett, és még inkább ez a zsellérleány. A házból most már végleg eltűnt valami, ami mindig benne volt, ami most már alig tér vissza, valami, aminek a távozó Marta néni csak halvány kellemetlen maradványa volt. Ez a valami elenyészet, de a házfala között örökös ridegség maradt utána. Kusztá világosan érezte, hogy ez a délután az életnek ez a formája folytatódni fog. Ide jutott hát Hilmával, aki az egészből semmit sem értett, de aki mindenütt nyomában volt, mint egy hűséges állat, és csak egy intésre várt, hogy odaadjon neki mindent, amit ő a feleség adhat. Kusztál eddig még sohasem érzett erős vágyjal szerette volna Hilma keblére hajtani a fejét, hogy mélységes feledést találjon. Csak hogy ehhez ott kellett volna lenni Hilmáék sütőházának sötét kis kamrájában, ahol semmi sem emlékeztetett erre a kihalt házra, amely mégiscsak itt volt, mint valami tehetetlen élőlény, és amelyet akkor sem hagyhatott volna sorsára, ha semmi köze sem lett volna hozzá. Kusztáth talán arra született, hogy elhagyja ezt a házat, de nem tudta elhagyni. Észre sem vette, hogy válaszúton áll, a széles, sima útról letérhetne egy ösvényre, amely nyugalmas, békés tájakra vezet. Elindult a széles úton, és felement a másik, a gyengébb is. Bejött a tehernész lány, és megkérdezte, hogy mi lesz vacsorára, és hogy ki fogja elkészíteni. Ő semmi esetre sem ér rá. Ez a vacsora kérdés szinte játékosan megédesítette az új úton megtett első lépéseket. Hilma kiment a konyhába, elfoglalta régi helyét, de most egész másképpen érezte magát, mint az előtt. Sugárzott a jó kedvtől. Kimondhatatlanul élvezte, hogy ismét birtokába vehet mindent. Azóta, hogy a nyáron elment, néhány tárgyat más helyre tettek. Milyen pompás érzés volt eltüntetni az ilyen idegen nyomot a kamra egyik-másik polcáról. A vacsora elkészült, az emberek bejöttek enni. Egy jókedvű zsellér azzal vezette le a feszültséget, hogy néhány vidám és tréfás megjegyzést tett az új gazdasszonyra, aki neki már erősen hiányzott. A cselédség, különösen a leányok körében, mégis más volt a hangulat komor tekinteteket, neheztelő arcokat lehetett látni, és mikor az előbbi zsellér, aki vacsora után még egy kis ideig ott üldögélt, vette a tarisznyáját és megszólalt, hogy most már én is hazamegyek az asszonyomat megölelgetni, senki sem mondott rá egyetlen szót sem. Hilma észre sem vette környezetének hangulatát. Női érzései hatalmas erővel lüktettek benne, milyen nagyszerű, hogy ilyen jó oka van itt maradni erre az éjszakára is, hiszen már több, mint egy napja, hogy itt van. És tökéletesen biztos volt abban, hogy az ő kedves, jó férje most már nem fogja egész éjszakára egyedül hagyni. Biztatás nélkül elkészítette magának a fekvőhelyet, megint csak a vendégszobában, hiszen este volt már. Reggel, mikor Kusztál kiment a konyhába, Hilma még aludt. Ott találta Hilma anyját. Az asszony fontoskodva tudakozódott leánya után, talán csak nem falta föl az öreg néni, hogy híre hanva sincs. És mikor hallotta, hogy Hilma még alszik, természetesen már a lányoktól is tudta, elkezdte tréfás célzatossággal magyarázni, hogy a gazdasszonynak nem szabad reggel lustálkodni, így hamarosan dobra kerül a ház. És hogy már a szolgálók is ilyesmit fecsegnek. Nem megyek ki addig, amíg itt van. Minek jött ide? mondta Hilma az ágyból Kusztának. De azért mégiscsak fölkelt és kiment a konyhába. Kusztá azonban nem mutatkozott többé Hilma anyja előtt. Délután így szólt Hilma. Mégiscsak haza kell mennem néhány darab ruháért. Velem jössz? Talán jobb, ha egyedül még. A fiú befoghat. Hilma csak este szürkületkor tért vissza, és mindjárt el is helyezte a vendégszobában néhány apróságát öntudatlan női arcátlansággal végleg birtokába vette ezt a helyiséget. Ha kusztá vele akart lenni, itt kellett megkeresnie, úgy, mint azelőtt a sütőház kamrájában. Hilma nem is ment el többet Szalmeluszból, csak nyolc évvel később egyetlen életben maradt gyermekével, Széljával a karján. De addig még sok minden történt. Csendesen, apró részletekben történt minden. A nagy fali óra lassan és megfontoltan lépi át az élet minden óráját, ünnepen és hétköznap, szélcsendben és viharban egyformán mutatja a perceket. Az óra egyenlő pontossággal mér minden percet. De mikor eltávozol az órától, és átéled ezeket a perceket, rájössz, hogy a perc nem csupán az idő mértéke, minden percet végig kell élnie annak, aki él, és minden egyes percet tudomásul kell vennie, legalábbis annyiban, hogy minden perc egy következőnek a kezdete. Egyik perc sem születik az üres semmiből, és egyiket sem lehet tetszés szerint hozzáfűzni valamelyik kellemes elmúlt perchez.